A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Együttműködő partnerünk, a Dance FM. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nexus Production presents. Az emtv.hu bemutatja. Üdvözlök mindenkit a Parallaxis 5. adásában, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Természetesen itt van állandó műsorvezető társam Farkas Csaba is, a mai műsorunkban pedig elsősorban a Földön kívüli életről beszélgetünk dr. Vince Miklós fizikussal, aki egyébként ott lesz június 30-án szombaton az űrszekerek második közösség találkozóján, és a Parallaxis Live-ban a Star Trek fizikájáról fogunk majd értekezni. Bővebb információkért keressétek az eseményt Facebookon és oldalainkon, rövid reklám után kezdünk. Reklám következik. Az emtv.hu és a Vault 51 Gamer Bar bemutatja az űrszekerek második közösség találkozóját június 30-án, szombaton délután 4 órától, ez alkalommal még több programmal. Ismét közösen beszélgetünk a Star Trek sorozatok magyar hangjaival, dr. Vince Miklós fizikus pedig könnyed és szórakoztató formában hozza test közelbe a Gene Roddenberry által megálmodott univerzum technológiájának tudományos hátterét. A találkozót ezúttal is kvízzel zárjuk, melyben értékes nyereményekért mérheted össze tudásod a többiekkel Star Trek témakörben. Tehát az időpont június 30, szombat, a helyszín pedig a Vault 51 Gamer Bar Budapesten, a 6. kerületben, az Ó utca 51 szám alatt, néhány percre az Oktogontól. A részletekért keresd az eseményt Facebookon. Az űrszekerek második közösség találkozójának kiemelt partnere az emtv.hu és a Vault 51 Gamer Bar. Együttműködő partnerünk a Direct Dub Synchron Studio és a Dance FM. Reklámot hallhattatok. Mielőtt még belekezdenénk mai témánkban, van két olyan aktualitás, melyről mindenképpen érdemes szót ejteni. Műsorunk adásszerű felvételére június 15-én pénteken kerül sor. Azon a napon, amikor Stephen Hawking hamvait Isaac Newton sírja mellett a Westminster apátságban helyezik örök nyugalomra. Az elméleti fizikus hamvainak elhelyezése után Hawking szavait egy különleges zenei aláfestéssel sugározza az űrbe az Európai űrügynökség, méghozzá a Földhöz legközelebbi fekete lyuk irányába. Miklós, mi az első emléket Hawking? Találkoztál esetleg vele? Nem, én nem találkoztam vele sajnos személyesen, mármint élő Stephen Hawkinggal. Legközelebb, amikor kerültem hozzá, az a Viasz másolata volt a Madame Tussauds panoptikumában, de természetesen nagyon nagy hatást gyakorolt az én életemre, meg a karrierválasztásomra az, hogy gimnazista koromban egy osztálytársam a kezembe adta az Idő rövid történetét. Teljesen lebilincselő olvasmány volt, és hát azelőtt is persze nagyon érdekelt a csillagászat, meg az űrkutatás, de ez konkrétan arra mutatott, hogy milyen hihetetlen dolog, hogy egy csomó mindent az univerzumról úgy is meg lehet tudni, hogy az ember csak egy táblával meg egy krétával számolgat. Persze azért a fizikának az igazságtartalmát elsősorban a kísérletek és a mérések döntik el, de az, hogy egy ilyen szempontból mindenféleképpen egy extrém módon helyhez kötött ember, mint Stephen Hawking, ugye, aki még a saját testének sem volt az ura egyáltalán akkor már, és hogy mégis milyen fantasztikus teljesítmény tudott nyújtani abban, hogy megfejtett teljesen alapvető dolgokat a világegyetemmel kapcsolatban, ez egy óriási inspiráció volt nekem. Én ezt a hírt nem olvastam. Nektek van valami tippetek, hogy mik lesznek ezek a szavak, amik a fekete lyuk irányába sugárzódnak? Ez ilyen best of idézetek? Én nem tudok erről semmit, ezt a hírt én is most hallottam először. Lehet, hogy nem is nyilvános még. Nem tudom, Ádám tudhatod, te tudod? Sajnos nem tudom, de azt tudom, hogy Vangelis zenéje fogja aláfesteni ezt a best of válogatást. Stephen
Hawkingtól, ami fekete lyuk irányába sugároznak. Egyébként Csaba mondta pont a műsor előtt, hogyha vannak esetleg féreg lyuk, vagy fekete lyuk lakó élőlények, akkor azok ebből akár tanulhatnak is. Egyébként nem az első eset, hogy Vangelis zenéje az kisugárzódik az űrbe, mert a 2001-es Mars Odyssey nevű Mars szondának is ő írt egy aláfestő zenét, ami szintén ilyen módon egyébként az űrszonda számára is ki lett sugározva, sőt, talán még egy CD magával is vitte, tehát azt hiszem mindmáig egy Vangelis CD kering a Mars körüli pályán, azt hiszem. Ezek a zenék pont úgy lettek szerintem megírva, hogy ez az űrbe született, meg hát ez Skiffiknek is az aláfestése volt több esetben, úgyhogy azt hiszem, hogy jó helyen köt ki mindig. Igen, bár a fekete lyukból már ugye biztos nem nagyon fog tudni kijönni, vagy ha mégis, az éppen amiatt a hatás miatt lesz, amit a Hawking tanított nekünk, a Hawking sugárzás, ami végül is mégiscsak lehetővé teszi talán, hogy valamilyen módon valamennyi információ visszajusson a fekete lyukból a világ külsejébe, úgyhogy ilyen módon ez egy nagyon szép gesztus, hogy pont egy fekete lyukra irányítják rá ezt a zenét. A másik fontos esemény, hogy június 11-én munkába állt a világ legpontosabb mérlege egy németországi technológiai intézetben, mely a legkönnyebb elemi részecske a neutrinó tömegének meghatározásában hivatott segíteni. A Katrinnak hívott elektrostatikus spektrométer, jelentsen ez bármit is, 15 évig építették. Mit csinál ez a spektrométer, és egyébként is mi az a neutrinó, és miért fontos megmérnünk? Hát a neutrinó az egy nagyon érdekes részecske. Amikor a neutrinó létezését Wolfgang Pauli az 1930-as években megjósolta, akkor nagyon tulajdonképpen ki is volt akadva, mert azt mondta, hogy most ő postulált egy olyan részecskét, amit azért talált ki, hogy teljesüljön ilyen bomlási folyamatokban az energia megmaradás, meg az impulzus megmaradás. De szóval úgy tűnt, hogy sérül bizonyos részecske fizikai folyamatokban, konkrétan például a béta bomlás nevű valamiben, amelynek során mondjuk egy neutron, amiről már mindenki hallott, egy neutronról, ami az atomnak egyik részecske, előfordultak olyan átalakulások, hogy egy neutronból egy proton és egy elektron lesz, és akkor még keletkezett rajta kívül valami. Azt lehetett tudni, hogy keletkezett egy pici harmadik részecske, mégpedig onnan, hogy ugye amikor ezek a bomlások történnek, az nagyon hasonlít ahhoz, mint amiket a fizikából tanulunk gimnáziumban, hogy tökéletesen rugalmas ütközések, amikor biliárd golyókat lökünk egymásnak, és akkor az, hogy milyen szögben ütköznek össze, és milyen szögben verődnek szét, azokat a szögeket, amiket lehet mérni, azokat ugye meghatározza a lendületnek és az energiának a megmaradása. Na már most az ilyen részecske fizikai detektorokban, úgynevezett kőkamrákban, meg buborék kamrákban lehetett látni ilyen bomlásokat, és azt is lehetett látni, hogy a részecske pályák és szögek alapján bizony úgy tűnt, hogy valami még van ott, ami nem látszik. Ami azt jelenti, hogy egy olyan részecske keletkezett, és ezért volt a Pauli kiakadva, amit nem lehet detektálni. Mert hogy például akkor még azt gondolták, hogy valószínűleg tömege sincs, és meg azt is gondolták, ami aztán utóbbi bizonyítást is nyert, persze, hogy töltése sincs, elektromos töltése sincs. És ha egyik sincs, akkor egy részecskét az nagyon nehéz kimutatni. Na már most Pauliék előtt a két lehetőség állt nyitva. Egy, azt mondják, hogy elvetik, azt mondják, hogy hát hoppá, az úgy tűnik az energia megmaradás mégsem igaz. Azért ez elég kemény lett volna. A másik, hogy azt mondják, hogy van ott még valami, amit sehogy a bubánatban nem vagyunk képesek detektálni. És akkor ez egy óriási lelki fájdalom volt a Paulinak, írt leveleket, kétségbe esett leveleket, hogy azt hiszem, hogy most megjósoltam egy olyan részecskét, amit a büdös életben nem lehet majd kimutatni. És kapta a neutrino nevet. Eredetileg Pauli egyébként neutronnak nevezte el, mert előbb találták ki a neutrinot, mint a neutront, amit ma neutronnak hívunk, azt nevezte el eredetileg, amit ma neutrinónak hívunk, azt Pauli eredetileg neutronnak nevezte. Végül a neutrino név ragadt rá, amiben az olasz kicsinyítő képzőt vehetitek észre, a neutrino, ami azt jelenti, hogy pici és semleges, szemben a neutronnal, ami ugye nem kapta meg a kicsinyítő képzőt, mert az egy jó nagy részecske. Nos, hát szóval mi következik mindebből? De az következik, hogy megjósolták a neutrinót, azt mondták, hogy nem lehet kimutatni, aztán szerencsére kiderült, hogy ezt mégis ki lehet mutatni, mégpedig éppen annak hatására, hogy ahogy a neutrino keletkezik egy atommag lebomlásával, ugyanúgy egy neutrino beérkezésével át tud alakítani
hasonlóképpen például egy protont egy neutronnál, vagy éppen fordítva, tehát egy inverse beta bomlás is lejátszódhat, egy ilyen folyamat, és azt viszont lehet érzékelni. És akkor nagyon jó, mert ezzel sikerült kimutatni, hogy tényleg vannak ilyen icipici semleges részecskék. Na most ez azért fontos, mert ilyenek persze a napból is jönnek ki, mégpedig rengeteg. Ugyanis a napban zajló fúziós folyamatokban, amik a hidrogént héliummal alakítják át, meg egy csomó fényé, ugye mi ebből élünk, de emellett keletkezik baromi sok neutrinó is, csak épp azért, mert pici és semleges, ezért semmi kölcsönhatásba nem lép gyakorlatilag szinte az anyaggal. Mi azt jelenti, hogy kb. Az egész Földön akadálytalanul átrepül. Tehát ezért is mondta a Pauli, hogy soha nem fogják tudni kimutatni, mert nagyon-nagyon ritkán lép bármilyen kölcsönhatásba az anyaggal, egyszerűen úgy átsuhan rajtunk is, ebben a másodpercben is, hogy ezt a mondatot kimondom, valószínűleg sok ezer neutrinó repült át éppen a szememen, tehát ez engem nem zavar, meg senki más nem zavar, tehát az egész Földön zubog át a neutrinó nyaláb. A Föld az szinte átlátszó a neutrinónak. Úgyhogy ezért ez egy baromi érdekes részecske. Viszont hát információt szolgáltatna az, hogy mennyi neutrinó van, meg honnan jön, az például információt szolgáltatna a nap belsejében zajló folyamatokról. Úgyhogy ezért elkezdtek neutrinó távcsöveket építeni, amik ilyen bazi nagy, régi, elhagyott bányák mélyén épültek rendszerint, Amerikában is, Japánban is vannak a miokan, de meg egyéb ilyen hatalmas nagy detektorrendszerek, amik a Föld mélyén, ahova tényleg csak a neutrinók jutnak le, mert már minden más elnyelődik, a neutrinó persze vígan lejut, ott van egy bazi nagy tartály, amit feltöltenek vízzel, vagy bármilyen olyan anyaggal, amiben a neutrinó ilyen emlegetett atommag átalakulásokat tud végezni, és akkor azok mindenféle másodlagos folyamatokat indítanak el, amik meg fényfelvillanásokhoz vezetnek, persze nagyobb picikhez, és azokat meg lehet detektálni. Szóval borzasztó. Tehát eleve az, hogy neutrinókat egyáltalán sikerült kimutatni, az az 1960-as évek vívmánya. Na most viszont azt lehetett tudni innentől kezdve, hogy neutrinó rettenetesen sok van, és hirtelen baromi fontossá vált, hogy a neutrinó van-e tömege, vagy nincs. A Pauli eredeti eredménye azt mondta, hogy a neutrinónak nincsen nyugalmi tömege. Na már most viszont a Szovjetunióba emigrált olasz fizikus, egy bizonyos Ponte Corvo, az már az 50-es években úgy érvelt, hogy szerinte a neutrinónak van nyugalmi tömege. Persze iciri-piciri, sokkal kisebb, mint akár egy elektroné, de mégis nagyon fontos, hogy ez nem nulla, mert ha rengeteg neutrinó van az univerzumban, akkor például az ő tömegük is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy például megvan a hiányzó tömeg a világegyetemben, úgyhogy nagyon fontos volt, hogy a neutrinónak van-e tömege, vagy nincs, és egyébként éppen a 2000-es években adták már ki azt a Nobel-díjat, ami a japánoknak egyébként, azért a felfedezésért, amivel sikerült perdöntően igazolni, hogy a neutrinónak van egy iciri-piciri tömege, tehát sikerült egy alsó határt adni arra, hogy a neutrinónak legalább ennyi a tömege, és volt egy felső határ is, de azért ez mindig elég pontatlanul ismert, és akkor most ez az új detektor, ez azt célozza, hogy még pontosabban ismerjük meg a neutrinó tömegét, ami tehát még egyszer az már csak azért is baromi fontos, hogy pontosan tudjuk, hogy mekkora annak az anyagnak a tömege, ami a világegyetemben van. Például az szóval hát ezért fontos röviden. Vagy nem is olyan röviden. Hát szóval kb. Ennyit tudok mondani most így erről egy rádió műsorban. De akkor, amit a német kollégák itt előállítottak, megkonstruáltak szerkezetet, az semmiképpen se egy klasszikus mérleg, hanem ott is fociznak valahogy a részecskékkel, ha jól értem, és akkor közvetett módon tömegre lehet információkat szerezni. Így van. Tehát az, hogy mennyi ilyen másodlagos részecske generálódik, mit lehet megmérni, ez tulajdonképpen nagyon-nagyon áttételesen függ attól, hogy a neutrinónak mennyi a tömege. Mint mindenféle kő, amit beledobunk a vízbe például, az is, hogy mennyire lassul le, az például nyilván attól is függ, hogy mi a kőnek a tömege. Hát egy kicsit így van ez a neutrinóval is, úgyhogy annak is a fékezési sugárzása, vagy az ő általa csinált reakció a fékezési sugárzása az attól is függ, hogy a neutrinónak mennyi a tömege. Hát ilyen módon lesz ez mérleg, szóval ez csak azért mondják, hogy a világ legfontosabb mérlege, mert ennyire iciri-piciris tömeget azt még soha nem kellett megmérni ilyen pontossággal. De persze ez nem alkalmas arra, hogy meghatározzuk, hogy például én hány kiló vagyok, tehát ez nem ez a fajta dolog. Ez kifejezetten kizárólag csak neutrinók tömegének a mérésére alkalmas ez a mérleg. Semmi másra. Amikor 15 évig építenek egy ilyen
eszközt, akkor nem áll fönn az a probléma, hogy ugye közben nagyon sokat változik a technológia? Most már bizony fennáll, mert éppen a 2000-es években jutottunk el oda, és ezt már a futurológia meg egyéb szempontokból is, ugye ez nagyon érdekes, hogy most már először van az, hogy a technika sokkal gyorsabban fejlődik, mint akár egy emberöltő. Tehát nyilván az van, hogy 10 év alatt olyan őrületes fejlődés van, vannak ezek a dolgok, például ugye a Moore-törvény, néhány évente megkétszereződik a világ számítástechnikai kapacitása, vagy a processzorok teljesítménye, azt hiszem 2 évente megduplázódik, vagy valami ilyesmi. Ugye ez az élet rengeteg területén érvényes. Persze 15 éves projekt tervezésénél óhatatlanul az van, hogy mire véget ér, elavul a technológia. Ez még inkább igaz, hogy az űrprogramokban is, ahol a 15 év az kifejezetten rövidnek tűnik, mert például amikor egy űrszondára gondolunk, akkor gyakorlatilag egy generációnyi idő eltelik a projekt definiálásától az indításig, no pláne magáig a repülésig. Tehát nem véletlen, hogy például, mit tudom én, a Plutót 2016-ban meglátogató, vagy 2015-ben meglátogató űrszonda fedélzetén, ugye ilyen PlayStation 1-es csippek vannak, vagy... Tehát a NASA például ugye a kiforró technikákat használja, hasonlóképpen a részecske fizikai alkalmazásokon is ezek megjelennek. Ez nem okvetlenül baj egyébként. Viszont persze a detektoripar is rohamosan fejlődik, úgyhogy itt nagyon is megvan az esélye, hogy mire megépítik, addigra már sokkal jobb neutrino detektorokat lehetne építeni, de hát ez mindig ezzel számolni kell ebben a műfajban. Ezzel a 15-20 éves csúszással, mert bizony ennyi ideig tart egy ilyet megkonstruálni, nincs mese. Milyen kutatási területeken lehet nagyon sok haszna annak, hogy ha tudják pontosan a neutrinoknak a tömegét? Egyrészt például a napfizikában, tehát a nap belsejében lezajló fúziós folyamatok jobb feltérképezéséhez ez segít. Hiszen a neutrinok tényleg a nap nap belsejéből jönnek, tehát amikor úgymond egy neutrinó távcsővel vagy hát akár egy ilyen detektorrendszerrel rátekintünk a napra, tehát a nap irányába fordítjuk, akkor ott azt látjuk, ami közvetlenül a nap belsejéből jön, még mondjuk ha szabad szemmel, vagy gyakorlatilag bármilyen más hullámhosszban ránézünk a napra, akkor a felszínét látjuk, ezt a fotoszféra nevű valamit, ami ez az 5-6 ezer fokos nap felszín, ugye ennek az 1 millió kilométer átmérőjű nagy nap gömbnek a legkülső része, viszont a neutrinok azok a legbelsejéből jönnek, tehát az, hogy milyen fúziós folyamatok zajlanak oda bent, az erről szolgáltat információt. Aztán persze mondom, még egy fontos dolog, ami konkrétan a tömegmérés, az befolyásolja a kozmológiát. Tehát a kozmológiában tényleg arról van szó, amit már említettem, hogy ahhoz, hogy tudjuk, hogy az univerzumnak mi lesz a sorsa, ahhoz nagyon fontos tudnunk, hogy mennyi benne az anyag. Oké, ha ránézünk a csillagokra például, meg a csillagködökre, meg ilyesmikre, amiket látunk, mindenféle távcsövekkel, meg egyéb sokkal bonyolultabb közvetett módszerekkel lehet valami fogalmat alkotni arról, hogy mennyi lehet az univerzumban levő anyagnak a tömege. De ehhez hozzájárulhat meg pluszba az, hogy ehhez meg egy plusz járulékot adhat az, hogyha kiderül, hogy a neutrino, mit tudom én, kétszer nehezebb, mint eddig hitték. Szóval azért az egy, hát tudom, hogy a neutrino tömege iciri-piciri, de hát végtelen sok van belőle, szóval azért az egy komoly járulékot fog tudni jelenteni. Ami azonban annyira fontos lehet, hogy esetleg különböző kozmológiai forgatókönyvek között dönthet. Tehát nem véletlen, hogy például a magyarországi Marc György, az ELTE atomfizikai tanszéknak a legendás 2003-ban elhunyt tanszékvezetője az elsők között javasolta azt, hogy a neutrinónak van tömege, és hogy ezzel foglalkozni kell, mert éppen a hiányzó tömeg megkereséséhez ajánlotta a neutrinót, mint egy jelöltet. Ugye abban a korszakban, amikor még nem lehetett igazolni, nem lehetett tudni, hogy van-e a neutrinónak tömege, vagy nincs. Most már lehet tudni, hogy van, de még mindig nem lehet tudni pontosan, hogy mennyi. És még mindig nagyon nem mindegy az univerzum története szempontjából, hogy mennyi az annyi. Ez a sok kicsi sokra megy effektus. Ajánló következik. Műsorunkat a Vault 51 Gamer Barban rögzítettük. Budapest, 6. kerület, Ó utca 51. Néhány percre az Oktogontól. Együttműködő partnerünk a Dance FM. Az emtv.hu bemutatja. A Médiazabálók következő vendége. Láng Balázs, akivel itt ülünk a Vault 51 Gamer Barban. Hogy kerültél ide? Hogy lettél színész? Hogy kerültél be a szinkronba? Ide úgy kerültem, hogy szóltál, hogy itt vesszük fel. Golla! Mit mondjak róla? Ez is egy ajándék volt. Ezzel valahogy nagyon, nagyon azonosítanak téged. Golla magyar hangja, Láng Balázs, tehát... Igen, ez nagyon gyakran... Ez egy ilyen állandó jelző lett, mint az eposzoknál. De ez egy jó leső dolog.
Az emtv.hu havonta megjelenő Médiazabálók című műsorát keresd a mediazabalok.blog.hu oldalon, valamint a hónap első péntekén este 10 órától a Dance FM műsorán. Ajánlót hallhattatok! És akkor most térjünk át mai témánkra, és kezdjük is egy nagyon egyszerű kérdéssel. A tudomány mai állása szerint mi kell az élet kialakulásához? Hát ez egy rettenetesen érdekes kérdés, mert ez első körben azt kell definiálni, amiben már önmagában nincs egyetértés, hogy mit nevezünk életnek. Egyáltalán mit nevezünk életnek. Ugye régebben volt erre egy klasszikus definíció, amit talán még középiskolában tanultunk is, de azóta már többen úgy érvelnek, hogy az valójában egy kicsit földi élet soviniszta, tehát az, amit mi megtanulunk, hogy a szén alapú életre jellemző dolgok, hogy mi minden kell, milyen aminosavaknak kell lenniük, hogy abból aztán keletkezzen mindenféle élő szervezet, és akkor meg is tanuljuk ezeket a klasszikus kísérleteket. Ez mind tulajdonképpen a földi életre van szabva. Gyakorlatilag azt kell, hogy mondjuk, hogy most már a modernebb szemlélet egy kicsit funkcionálisabban határozza meg, hogy mi az élet. Mi az élet? Például lehet azt tekinteni életnek, amikor olyan rendszerek jönnek létre, legyen az bármi, tök mindegy az is, hogy milyen anyagból áll, ami képes önmagáról másolatokat készíteni, tehát reprodukálódni, egy replikátor jön létre, és ahol a replikátorok jönnek létre, ott óhatatlanul az is előfordul, persze, hogy másolási hibák keletkeznek, és a másolási hibák során meg az előnyös másolási hibák azok jobban tudnak szaporodni, az előnytelen másolási hibák meg nem tudnak olyan jól szaporodni, tehát akkor rögtön megjelenik egy evolúció, és ez már nagyon életszerű, tehát tulajdonképpen lehet, hogy bármilyen szerkezetet, akár egy gépet ilyen értelemben élőnek lehet tekinteni akkor, hogyha tudja azokat az alapvető dolgokat, hogy mondjuk a környezetből valamilyen módon tápanyagot vesz föl, persze, hogy tápanyagot vesz föl, minden működik valamivel, és tud magáról másolatokat készíteni. És akkor most egy aszexuális reprodukcióról beszélünk nyilván, persze a szexuális az meg bonyolultabb, amikor nem másolatokat készítünk, hanem kombináljuk az információ tartalmat, mert hát a változékonyság, változatosság az gyönyörködtet, de hát az a lényeg, hogy legyen egy replikátor. Egy ilyen értelemben bármi, ami ezt tudja, az talán élőnek tekinthető. Úgyhogy éppen ezért mostanában egyre inkább teret nyert, például ezért is, ennek a felismerése miatt is az extremofilek vizsgálata, ami olyan életformák vizsgálata, amíg egyáltalán nem a klasszikus körülmények között alakul ki. Mit hívunk a klasszikus körülményeknek? Hát például egy ősi bevett dogma volt, hogy az életnek a vízben, tehát az óceánban kell kialakulnia. Ugye volt ez az ősleves kísérlet az 50-es években, amit szépen demonstrálta, hogyha veszünk egy lötyit, ami úgy néz ki, mint a víz, és adunk hozzá metán, meg még egy-két dolgot, ami benne lehetett a föld ősi atmoszférájában, és mindenféle elektromos kisülést viszünk be a rendszerbe, ami mondjuk megfelel annak, hogy villámlott az ős atmoszférában, akkor mindenféle aminosavak jönnek létre ebben az őslevesben, amik az élet alapvető építőkövei, és hogy ez milyen remek. És akkor sokáig meggyőződésük volt az embereknek, hogy a szén alakú élet már pedig nyilván az óceánban kezdődött el. Most már ebben egyáltalán nem vagyunk biztosak, mert olyan helyeken találnak a kutatók életet, ahol nem is várták. Például a föld felszíne alatt több kilométerre lent a bányában, ahogy egyáltalán nincsen se fény. A fény a másik, ugye a fény, az is klasszikusan mondják, hogy a fény az kell az élethez. Na de, hát ehhez képest 5 kilométer mélyen egy bányában, tehát ahol már csak a bányászok, a neutrino detektorok élnek, és kb. Ezek, ja, és akkor itt találnak ilyen kőevő baktériumokat. Vagy ott vannak ugye a kemoszintézist végző kis lényecskék, amik az óceán legmélyén élnek, ahova szintén semmi napfény nem le, meg semmilyen szokásos értelemben vett tápanyag, viszont a föld belsejéből kijövő kürtőkön jön fel mindenféle föláramló metántartalmú, meg egyéb cuccokat tartalmazó valami a belsejéből, és akkor ők ott vígan éldegélnek. Emiatt aztán egyáltalán nem is tudjuk, hogy például lehet, hogy ők előbb alakultak ki, mint az úgymond klasszikus életformák, amikhez kell a fény, kell a víz, kell a mit tudom én, széndioxid vagy oxigén. Egyáltalán nem biztos, hogy ez tényleg annyira szükséges. Úgyhogy például
ezért aztán fölmerült, hogy például a naprendszerben ugyan ilyen hely, ahol a föl, mint a Föld, ilyen csak egy van, igaz? Mert egyedül a Földön van a naprendszerben folyékony víz. És akkor sokáig azt mondták, hogy a többi helyen nem is lehet élet. Mármint ez sem igaz, folyékony víz a felszínen, ez az, ami a Földön van csak. Aztán kiderült, hogy például a Jupiternek az Európa nevű holdja, az például nagyon messze van, és egyébként annyira nem mondtam igazat az előbb, hogy azon sokkal több víz van, mint a Földön egyébként, csak éppen nem a felszínen, mert a felszínt befagyott jég borítja, hanem a felszín alatt ott van egy nagyon-nagyon vastag mély óceán. És akkor elképzelhető, hogy bár oda nem jut le semmi fény, de lehetséges, hogy ott laknak élőlények, hiszen az Európának is aktív a belseje, tehát ott is lehetnek ilyen kültők, ahol is hű meg a tápanyag juthat föl az égitest belsejéből, és akkor ott bizony elvileg kialakulhattak volna olyan lények, amik a Földön léteznek. Ilyen extremofilek. Na most a kérdés az, hogy a földi extremofilek esetleg egy jó eséllyel az Európán is meg tudnának élni. Ezt úgy szerintem elég, simán lehet, hogy így van, de egyáltalán nem biztos, hogy ki is alakultak. Tehát ez a kérdés, hogy az, hogyha az élet túl tud élni valahol, az egy másik kérdés, mint az, hogy ki tud-e ott alakulni. Mert egyébként ez egyáltalán nem biztos. Viszont akkor még jön a további komplikáció, hogy például a naprendszeren belül, és akkor itt jönnek az úgynevezett pánspermia elméletek, egyáltalán nem biztos, hogyha például találunk egy életet az Európán, az Európa felszíne alatt, ebben az óceánban, az lehet, hogy nem is független a földi élettől, mert lehet, hogy a bolygók összefertőzték egymást. Most kérdés az, hogy a bubánatba fertőzheti össze egymást több százmillió kilométerre fekvő két égitest. És hát sokáig azt hitték, hogy persze ez lehetetlen, most már aztán tudjuk, hogy bizony egyáltalán nem lehetetlen, mert hogy egy nagyobb becsapódás, egy üstökösnek vagy egy aszteroidának a becsapódása, az kiszakíthat egy bolygóból repesz darabokat, kis kő darabokat, vagy nagyobbakat, amik aztán évszázadokon, évezredeken, akár évmilliókon keresztül bolyonghatnak a naprendszerben, és esetleg vihetnek magukkal élőlényeket, amik aztán rápottyannak, bármint mikroszkopikus élőlényekről beszélünk nyilván, és akkor azok rápottyannak egy másik égitestre, és akár összefertőzhetik. Most kérdés, hogy ez mennyire realisztikus? Hát régen azt mondták, hogy baromira nem realisztikus, mert ha még egy ilyen meg is történik, akkor a kirepülést az biztos nem éli túl, mondjuk rajta van egy baktérium egy kövön. Játsszuk el egy ilyen gondolatkísérletet, a földre becsapódik egy bazi nagy aszteroida, kiszakít egy követ, van rajta egy baktérium. Mi történik vele? Először ez a baktérium keresztül repül a föld légkörén, ott több ezer fokra felizzik. Gondolnánk naivan, hogy azt úgy se éli túl, úgyhogy már itt van vége a dalnak. Aztán utána bolyong az űrben, akár évszázadokon keresztül, akkor ott éli a gyirkos UV-sugárzás, meg mindenféle izé, és akkor szépen sterilizálódik az a kő, tehát ha volt is rajta valami élet, az biztos meghal, mire rápottyan egy másik bolygóra. Na hát gondolhatjuk, hogy ez nem túl valószínű, hogy ez mégis bekövetkezik, és akkor szépen sorban az elmúlt 10-20 évben kiderült, hogy bizony azért ezek mind-mind túlélhető dolgok. Például a 1969-ben, az nem is az elmúlt 10-20 évvel, az 1969-ben lett rohadt gyanús a dolog, amikor ugye az Apollo 12 űrhajósai meglátogattak a Holdon egy két évvel korábban leszállt űrszondát, és arról hazahoztak darabokat. És kiderült, az egyik ilyen darab, amit hazahoztak, az a kamerája volt a Surveyor 3 nevű űrszondának, és megnézegették a Földön, és kiderült, hogy a Földön a start előtt rosszul sterilizálták az űrszondát, úgyhogy egy Streptococcus mitis nevű kis gömb alakú baktériumok laktak rajta, és azok a két évet ilyen hibernált állapotban simán átvészelték a Holdon, ahol az az UV-sugárzás, meg az a 300 fokos hőingadozás, meg a légkör teljes hiánya, meg ilyenek ott vannak. Két évet simán átvészeltek, és amint megfelelő környezetbe kerültek, újra elkezdtek szaporodni ezek a baktériumok. Tehát ilyen értelemben egy két évnyi időszakot túlélhetnek világűrbeli, nyílt világűrbeli körülmények között. És nem tudjuk, mennyi a felső határ, lehet, hogy évszázadokat, lehet, hogy évezredeket is túl tudnak élni. Ezt nem tudjuk. Hát amikor hibernálódik egy ilyen kis baci, vagyis hát így gyakorlatilag nullára csökkenti az életműködéseit, akkor azért az elég sok ideig el tud lenni. De ráadásul nem is csak egysejtűeket, tehát nekem a legdöbbenetesebb az a tardigrada, vagy magyarul medveállatka nevű kicsi lény, ami egy orosz-európai közös űrkísérletben néhány évvel ezelőtt, képzeljétek el, hogy azt a pici állatot, ami olyannyira nem egysejtű, hogy ez egy, azt hiszem, hogy 8 lábú pici kis lépegető lény, ez a medveállatka, és ezt kitették az űrhajón kívülre, a nyílt világ.
És aztán ott volt két napot, űrruha nélkül. És aztán és megint vígan érdegélt tovább, még jól is érezte magát. Tehát például ez a medveállatka, ez egy nagyon összetett szervezet, és túléli a nyílt világűrt. A másik, amit mondtam az elején, ez a légkörből való kirepülés. Ezt túl lehet élni. Na erre azt mondták, hogy hát az biztos nem, de a nagy csullódási hő 3000 fokra felézik a kőzet, miközben kirepül, vagy leesik éppen, hogyha a másik irányból a fertőzés, ezt nem lehet túlélni. Hát egy keserű, de nagyon érdekes tudományos eredmény kapcsolódik ehhez. 2003-ban, amikor a Columbia űrrepülőgép felrobbant, 7 űrhajóssal a fedélzetén, szétégett a légkörben, és az űrhajó egyes darabjait megtalálták, amik lezuhantak. És ezek darabok egyike a C. elegáns, ez a neve, hogy elegáns, a C. elegáns nevű fonalféregnek a kicsi kísérleti tartálya volt, amikkel egyébként az űrhajósok a kéthetes repülés során kísérleteket végeztek a földközi pályán. De hát ugye a visszatéréskor szétégett az űrhajó, felizzott 3000 fokra, kőkövön nem maradt, ugye a legénység szörnyet halt, és minden szétrobban, de ezt a kísérleti tartály ezt például megúszta. Megtalálták, és képzeljétek el, hogy vígan érdegértek benne ezek a fonalférgek. Ami azt jelenti, hogy bizony egy ilyen világűrből zuhanó repüléssel, 3000 fokra felizzással való becsapódásos valamit is túl tud élni egy fejlett többsejtű élőlény. Tehát akkor most miről beszélgetünk? Ez egy ilyen elég valószínűtlen esemény, hogy a bolygók összefertőzik egymást élettel, persze, viszont az is igaz, hogy több milliárd év áll rendelkezésre. Tehát akkor most egyrészt, hogy tényleg mi az élet, másrészt mindig kialakul-e magától az élet, függetlenül alakul-e ki, összefertőzhetik-e egymást a bolygók, hát ezek mind nyitott kérdések. De hát valamit talán most érzékeltettem, hogy mennyi érdekesség van itt. De akkor a kutatóknak nagyon nehéz dolguk van, hiszen gyakorlatilag azt mondod, hogy minden olyan körülmény, amit mi korábban feltételeztünk, hogy fény kell, víz kell, bizonyos kémiai struktúráknak a megléte szükséges, azt mind kidobhatjuk, és mindenre oda kell figyelnünk, mert potenciálisan mindenütt lehet élet. Hogy kezelik ezt a kutatók? Mire koncentrálnak, amikor odakint nézik a környezetünket? Elsősorban ugye a kérdés az, tényleg, hogy hogyan lehetne bármilyen életet kimutatni, ez nagyon nehéz. Inkább arra próbálják magukat leszűkíteni, hogy a klasszikus földtípusú élet megtalálható-e valahol, és itt a kutatás most jelenleg elsősorban a Marsra irányul. Mert egyrészt ugye az a legközelebbi bolygó. Másrészt ott lehetett néhány százmillió évvel ezelőtt még hasonló éghajlat a földihez. Meg ott lehetett folyékony víz, ugye arra már bizonyíték is van, nem is egy folyékony víz volt, meg sokkal sűrűbb légkör volt, plusz még a földi ózonpajzshoz hasonló védő réteg is volt a légkörben, ami valószínűleg kén-dioxid lehetett, plusz a Marsnak is volt egy nagy globális mágneses tere, ami most már nincs, de régebben volt. Ez is fontos, mert a bejövő kozmikus részecskéktől védi az életet. Tehát ez mind az a sok védelem, ami kell ahhoz, hogy a földtípusú élet kialakuljon, ez meg lehetett a Marson. Tehát akkor most arra fókuszálnak, hogy vajon ott találunk-e valami nyomokat arra, a rég múlt életre vonatkozóan, vagy akár a felszín alatt nagyon mélyen lehet-e jelenleg is valami mikroorganikus élet. Hát most ott erre megy a kutatást, ami még abszolút ez a földi élet soviniszta típusú hozzáállás alapvetően. Tehát tényleg ezt a klasszikus, ahogy általad is emlegetett, fény, víz, széndioxid, szerves vegyületek, rendszerben mozgó életet keresik elsősorban. Tehát amikor egy olyan hírt hallunk, hogy a Curiosity által végzett vizsgálat szerint a Marson valamikor az élet kialakulására alkalmas feltételek is adottak lehettek, akkor ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy csak és kizárólag ilyen nagyon szemellenzősen azt a fajta életet keressük, ami ez a földi élet. Igen, mert az az egyetlen, amit ismerünk, és az az egy, amiről biztosan tudjuk, hogy ki tud alakulni. Csak közben nem szabad elfelejtenünk, hogy attól még lehet 5 millió másféle élet. Olyat még nem láttunk, úgyhogy pontosan ezért lenne tök jó találni akár csak egyféle földön kívüli életet, mert abból talán megtanulhatnánk valamit arra vonatkozóan, hogy az, hogy az élet ilyen, mint a földön, az mennyire szükségszerű, és mennyire véletlen. Például kell-e, hogy legyen DNS, vagy RNS, vagy bármi ilyesmi, vagy lehet valahogy tök más. Vagy kell-e, hogy szén alapú legyen, vagy lehet-e szilícium alapú egy élet. Ugye a szilícium az kb. Ugyanazt tudja a maga 4 vegyi értékével, mint a szén, tehát elvileg lehetne szilícium alapú élet is. Tehát egy csomó minden lehetne, de egyáltalán nem biztos, hogy ezek létre is jönnek, és amíg nem ismerünk már is jelenleg ez a helyzet, hogy nem ismerünk semmi más életet, csak a földit, azt is csak részben. Úgyhogy ezért aztán nagyon jó lenne látni bármi mást, és megmondani, hogy mennyire. Lehet, hogy tényleg a földi az egyetlen járható út, de az a vicc, hogy erről nem tudunk semmit. Úgyhogy itt óriási a bizonytalanság. Miközben úgy tűnik, hogy az élet gyakorlatilag mindenhol utat tör magának, mégis azt tapasztaljuk, hogy erre nem találunk egy
egyértelmű bizonyítékot a közvetlen környezetünkbe. Ez mégis hogyan lehetséges? Tehát hogy lehetséges az, hogy a Marsot, nyilván a bolygónak csak egy kis részét kutattuk eddig át, de mégis egyértelmű jelét nem találtuk ennek, holott azért a kutatók szerint ennek a valószínűsége ugye elég nagy, hiszen azért sok dokumentumfilmben halljuk azt, hogy a Mars ilyen értelemben az a Föld mása lehetett sok-sok millió milliárd évvel ezelőtt. Igen, ezt halljuk, és pont ezért rejtély, és hát valószínűségekről semmit nem mondhatunk, mert egyetlen egy mérési pontunk van, és az a földi élet. Úgyhogy ez legalább annyira érdekes kérdés, hogyha a Marson nem alakult ki élet, akkor az miért volt? Mert ahogy te is mondod, most nagyon úgy fest, hogy a Mars az egy relatíve élhető hely lett volna még néhány százmillió évvel ezelőtt is. Ami egyébként nem volt olyan rég, itt naprendszerbeli időskála, de ezt ahhoz kell mérni, hogy a naprendszer bolygói, például a Föld vagy a Mars, az olyan 4,6 milliárd éves, tehát 4600 millió éves. Tehát ahhoz képest az nem is volt még annyira rég, amikor a Marson óceánok hullámozhattak, és aktív vulkánok pöfögték a levegőbe a széndioxidot, amitől az sűrűbb volt. Most ehhez képest gyakorlatilag szerves anyag sem nagyon van a Marson, most megint néha kimutatnak egy kis metánt, és akkor mindenki őrül boldog. De valójában az a vicces helyzet van, hogy a Mars talaja úgy általában az úgy sokkal sterilebb, mint akár egy meteor. Tehát, hogy a szerves vegyületek azok nagy részt hiányoznak a Marsról, ami persze kidumálható azzal, hogy valaha voltak, csak aztán megszűnt a Marsnak a mágneses tere, meg az ózon rétegnek megfelelő védőpajzsa, meg ritkább lett a légkör, és emiatt az UV-sugárzás, ami jön a napból, az jól szétbomlasztott mindent, és nyomtalanul eltűntek a szerves vegyületek, vagy majdnem nyomtalanul. Hát azért ez fura. Tehát mi történt a Marssal? Az is egy nagyon érdekes kérdés, amúgy klíma szempontjából is. Egyrészt kialakult az élet, ha nem alakult ki, akkor ugyan miért nem? Akkor lehet, hogy milyen nagyon különösen szerencsés hely vagyunk, de gőzünk sincs, hogy miért lennénk ilyenek. És aztán a másik meg az, hogy mi történt a Marssal, amitől így hirtelen egyik pillanatról a másikra, naprendszeri időléptékben nézve lakhatatlanná vált. Meg hova tűnt az a sok víz? Meg mitől lett ez egy ilyen halott bolygó? Mi lehetett az a brutális klímaváltozás, és mi idézhette elő? És lehet-e, hogy ez bekövetkezik a Földön is? Tehát azt mondom, hogy akik nem értik, hogy miért költenek el dollármilliárdokat a Mars meg a Vénusz kutatására, annak mindig azt tudom mondani, hogy ez azért van, mert ezek úgy kell tekinteni ezeket, mint párhuzamos földekre, és mind a kettő két borzasztó, de ellentétes végkimenetel dokumentál. A Vénusz az az elszaladó üvegház effektust, totális felmelegedést, amit lakhatatlanná teszi a felszínt, a Mars pedig a fordítottját. Mi történhetett? Mennyi esélye van annak, hogy a két szomszédunk belefutott ilyen katasztrofális végállapotokba, pedig valaha tök jó helyek lehettek, akkor mi miért nem, és fennáll-e a veszélye annak, hogy mi is belefutunk egy ilyenbe? Hát ahhoz, hogy erről tudjuk mondani valamit, meg kell nézni a többi bolygó történetét. Tehát ez hosszú távon az emberiség túléléséhez egy kulcskérdés lehet. Nagyon fontos dolog ezeket a bolygókat vizsgálni. Még akkor is, hogyha az élet kapcsán nem jutunk semmire. A szakterületed a klímakutatás, és az előbb most említetted is, mint klímakutató, amikor nem csak ezt a bolygót, a Földet vizsgáljátok, hanem akár a Vénuszt, akár a Marsot, akkor ezt így milyen kontextusban figyelitek, hogy kell ezt elképzelni? Hát ez egy érdekes kérdés, mert általában azért nagyon más klímarendszerekről van szó. Én általában azt szoktam vizsgálni, például a Föld esetében hogyan változtatja meg a globális felmelegedés az időjárási viszonyokat. Most nyilván az a triviális, hogy felmelegedés az azt jelenti, hogy a bolygóra átlagolva melegebb lesz. Tehát a bolygóra vett átlag az senkit nem érdekel, mert mindenkit az érdekel, hogy ott milyen lesz az időjárás, ahol lakik. És akkor például kiderül, hogy ahogy felmelegedés van, az például ahhoz vezet, hogy a sarok meg az egyenlítő közti hőmérséklet különbség az csökken, és hogyha csökken a mert hogy a sarok az gyorsabban melegszik, mint az egyenlítő, tehát ez a globális felmelegedés ez térben nem egyenletes, hanem az egyenlítő az kb. Alig melegszik, viszont a sarkvidék az meg kétszer gyorsabban melegszik, mint a globális átlag. Ugye ebből viszont az következik, hogy a sarok egyenlítő közti hőmérséklet különbség csökken, és ez azért csökken, és ez azért fontos, mert ez a hőmérséklet különbség hajtja a szeleket. Itt a mérsékelt égövben attól vannak lényegében szelek, hogy hőmérséklet különbség áll fent a sarok meg az egyenlítő között. Aztán persze nem észak-déli szelek fújnak, mert a Föld forog, és a Föld forgása hatására fellépő erőhatások, például a Coriolis erő, eltekerik ezeket a szeleket, és ciklonok, anticiklonok, ne adj Isten, hurrikánok jönnek létre, amiknek a méretét és gyakoriságát tehát emiatt a
különbségváltozása miatt befolyásolja a klímaváltozást. Most megnézhetjük persze, hogy a Vénusz meg a Mars esetében ezek a dolgok hogyan zajlanak. Hát a Vénusznak ilyen szempontból elég unalmas a légköre. Mert a Vénuszban ugyan megvan ez a hőmérséklet különbség, de a Vénusz az nagyon lassan forog a tengelye körül, és ez a lassú forgás ez megakadályozza, hogy ciklonok meg anticiklonok kialakuljanak. Ugye a Vénuszon nagy erős passzát szelek vannak, és ott például elég unalmas lenne az időjárás előrejelzés, mert ott nem érnék meglepetéseket az embereket, folyamatosan fújnak a szelek egy irányba. Úgyhogy ott például ilyesmik vannak, és a Mars az meg valami a kettő között. Tehát a Marson azért van némi változékonyság, de sokkal könnyebb időjárás előrejelzést készíteni a Marson, mint a Földön. Most még. De persze a Földön is lesz klímaváltozás, vagy van is. Tehát, hogy milyen lehetett a régi Mars? Hát én ilyen problémákkal foglalkozom, és ilyen értelemben hasznos támpontok. Megmondom miért, mert mi kísérleteket végzünk a laborban, és a földi klímaváltozás hatásait akarjuk modellezni, de pont tesztesetnek néha megnézzük, hogy tudjuk-e reprodukálni azt, ami a Vénuszon vagy a Marson van. Mert az egyenletek ugyanazok, csak jól kell beállítani bizonyos paramétereket. Például a kísérletünknek a forgatásának a sebességét, vagy a hőmérséklet különbségeket, és ha ezeket úgy állítjuk be, akkor tudok csinálni egy Mars légkörmodellt, vagy egy Vénusz légkörmodellt. És ezeket hasznos tesztesetek, tehát az én munkámban ez itt jelenik meg. De valójában intő példák, tényleg. Tehát, hogy a Vénusz esetében az üvegházeffektus az olyasmi, ami a Föld esetében is van, csak nem olyan mértékben. De a Vénusz az tele van mindenféle üvegházgázzal, ami aztán elszaladó üvegházeffektushoz vezetett, ami iszonyú meleg lett, 90 atmoszféra nyomás van a felszínen, elviselhetetlen körülmények. Lehet, hogy ez amiatt volt egyébként, hogy valaha a bolygó történetében a Vénusz összes vulkánja egyszerre kitört. Tehát ez az egyik elmélet, hogy történt valami ilyesmi. A Föld történetben is volt ilyen amúgy, hogy India összes vulkánja egyszerre kitört. Ugye India az egy önálló tektonikai egység, tehát ez nem az ázsiai lemez része, hiszen éppen azért gyűri föl a Himaláját, mert India meg Ázsia az két külön lemez, és olyan gyorsan nyomulnak egymásnak, mint a körömnek a növekedési sebessége, ez nyomja fel a Himaláját. Tehát ez egy különálló egység, ez az India, és egyszer volt olyan, hogy India összes vulkánja egyszerre kitört. És lehet, hogy ez történt a Vénusszal is. Mi a búbánat történt ott? És akkor megtörténhet-e az, hogy egyszer a Föld összes vulkánja egyszerre kitör? Mert akkor nekünk lőttek, mert akkor mi is rákerülünk arra a pályára, mint a Vénusz. Az elszaladó, hirtelen annyi üvegházgáz kerül a levegőbe, olyan mértékben fölmelegszik minden, hogy egyszerűen lakhatatlanná válik a bolygó így évtizedeken belül. Neked van ilyen modelled, hogy kitör az összes vulkán a Földön, és ténylegesen történik egy ilyen kataklizma, tehát eljátszottatok ezzel ott nálatok? Én nem, de leolvastam olyan cikket, amiben egy klímamodellben kipróbálták ugyanezt. Tehát itt igazából csak azt kell csinálni. A klímamodellek azok viszonylag egyszerűen tekergethető dolgok, általában az ember berak ilyen széndioxid növekedési forgatókönyveket. Általában ugye arra koncentrálnak ezek a modellek, hogy az emberi eredetű, tehát az antropogén széndioxid növekedést modellezzék, de persze azt észben kell tartani, hogy legalább ilyen mértékben, sőt jelenzően sokkal nagyobb mértékben a Föld széndioxid mennyisége az a vulkánokból származik. Vulkánok rengeteg széndioxidot pöfögnek bele a légkörbe, amit simán összemérhető az emberivel. Úgyhogy, hogyha van egy nagyobb vulkánkitörés, például az Eyjafjallajökull, ugye ez a legendás izlandi vulkán, ami mondjuk itt 10 éve kitört, vagy valahogy úgy, akkor ugye annak például nagyon markáns jelei voltak az én évi széndioxid izében. Tehát egyszerűen annyi a dolga az embernek, hogy egy modellbe berak valami brutálisan nagy széndioxid kibocsátást. És akkor megnézzük, hogyan reagál rá a klímarendszer. És hát akkor kataklizmikusan reagál, igen. Tehát ezt, amit most mondtam, azt nem miatt mondtam, mert olvastam egy ilyet. De nem akarok elriasztani senkit, tehát ezek nagyon valószínűtlen dolgok, csak ott a Vénusz, ami mutatja, hogy valószínűtlen, de nem lehetetlen dolgok, mert bizonyos szempontból elég hasonló bolygóval történhetett valami ilyesmi. Ez ebben sincs egyetértés, hogy a Vénusszal ez történt, minden esetre ez az egyik elmélet. Klímaváltozás itt a Földön lesz, vagy van? Mindig van, tehát a klíma az változik, minden létező időskálán folyamatosan változik a klíma. Mióta világ a világ? Egyszerűen az időjárás is változik napról napra, minden időskálán változik az, hogy milyen idő van a Földön. Egy nap, egy hónap, egy évszak, év, évtized, évszázad. Nem tudunk annyira messzire nézni, hogy ne látnánk egy adott időskálán valami változást. Még a millió éves időskálán is vannak változások, mert ugye mozognak a Földnek a kéreglemezei, és hát amiatt meg
változnak az áramlatok az óceánokban, és akkor amiatt meg változik az időjárás, meg a klíma, meg minden. Tehát, hogy valójában minden időskálán van változékonyság. Még nem sikerült olyan messzire nézni, még jégfuratokban ugye lehet ilyen paleoklíma, tehát ilyen régmúlt korok klímáját rekonstruálni már mennyire, és akkor szerencsés esetekben akár 100 millió évekig is vissza lehet menni. És ha végignézünk egy 100 millió év hosszú klímaidősorra, akkor azt látjuk, hogy mindig van benne változékonyság. Tehát nem tudunk elég messziről nézni rá ahhoz, hogy azt lássuk, hogy egy konstans. Tehát a klíma az természetes, hogy változik. Ez más kérdés, hogy most hogyan változna nélkül. De ez egy másik kérdés. De az biztos, hogy változik, az is biztos, hogy jövünk kifele a jégkorszakból még mindig. Tehát most ez egy interglaciáris időszak, ugye van egy kb. 100 000 éves ciklus annak, hogy jönnek egymás után jégkorszakok, ez megy már így néhány millió éve, és hát most éppen az van, hogy a legutóbbiból jövünk kifele. Több-kevesebb visszaeséssel. Ugye az elmúlt évszázadokban is voltak klímaváltozások, volt a kis jégkorszak, ugye a középkorban, ugye Mátyás királyt ugye a Duna jegén állva lehetett megkoronázni, ami valószínűleg nem úgy történt, de történhetett volna, mert tényleg befagyott a Duna. Ugye nem koronázták, gondolom, hanem csak ott választották, bocsánat, tehát nyilván megfelelő helyen kellett megkoronázni. Nem is ez a lényeg. Vagy ott vannak, hogyha elmentek Amsterdamba, akkor látjátok a németalföldi festőknél, ugye a korcsolyázók, ugye az, hogy ott be vannak fagyva a holland vidékeken a csatornák, és akkor ott korcsolyáznak rajta. Hát most már ilyen nincs. Volt a Maunder Minimum, szintén egy ilyen feljegyzett, ilyen kisebb lehűlés az írott történelemben. Aztán például azt tudjuk, hogy voltak melegebb időszakok, például ugye a vikingek még eljutottak Grönlandig, és ott földet műveltek, mert akkor még ott lehetett földet művelni. Tehát ezek mindig vannak, ezek a dolgok. Minden időskálán. Most elmegyünk egy rövid szünetre, érkeznek szokásos rovataink, a Dév szerint és a 30 percek, utána pedig folytatjuk beszélgetésünket dr. Vince Miklós fizikussal. Maradjatok velünk! Kék riadó. Nem látja egyes? Impulzus meghajtással közeledik Dév a két lábon járó Star Trek lexikon. Jön a Dév szerint, itt a Parallaxisban. El kellene mennünk a Marsra. Pár nappal ezelőtt szembe jött velem a Voyager holodokije, Robert Picardo, na de nem személyesen, hanem a Facebookon, Planetary Society egyik új videójában Robert Picardo és Bill Nye, a Planetary Society elnöke, arról beszélgettek, hogy az űr felfedezésének egy jobb módszere lenne, ha emberek helyett robotokkal és természetesen mesterséges intelligenciával történne a felfedezés és a helyszínre való elutazás. Egyébként ez ugye Planetary Society-ről annyit elég tudni, hogy még 1980 alakult, és egy teljesen civil non-profit kutatási és fejlesztési szervezet, például a SETI programot is nekik köszönhetjük, és hát Roddenberryvel is többször kapcsolatba léptek, mert a Star Trekben, például konkrétan a First Contact mozifilmben nagy lehetőséget láttak például akár a SETI program, akár pedig az űrkutatás népszerűsítésére. Szóval visszatérve ebben a nagyon rövid videóban, aminek majd ott lesz a show notes-ban a linkje, tényleg 3 perces, és nagyon vicces grafikával van alátámasztva. Robert Picardóról tudjuk, hogy nagyon jól elő is tudja adni bármiről beszélt. A tudományos népszerűsítés egyébként nagyon intenzív szerepet játszik az utóbbi időben, főleg, hogy a tagja a Planetary Society-nek, ezáltal ő rengeteget tud tenni népszerű ember révén azért, hogy felhívja erre a területre a figyelmet. Szóval itt a beszélgetésben elhangzott, hogy hát mégis, ha emberek fedezik fel a világűrt, akkor a költségek, az apparátus jelentős részét az a légfenntartás emészti fel. Tehát a fenekünk alá kell pakolni a levegőt, a megfelelő hőmérsékletet, a gravitációt, a nyomást, az ételt, a vizet, és még ott vannak ugye a szociális igényei az embernek. A szórakozás is oda tartozik, vagy éppen, hogy társaságunk legyen egyáltalán egy űrutazás vagy a felfedezés során, akivel például megoszthatjuk tapasztalatainkat. És nem is beszélve arról, hogy az emberi érzékszervek végesek. Tehát ha mondjuk szondákat küldünk ki, akkor ott egy standard, stabil megfigyelés hajtható végre, és sokkal szélesebb spektrum, mint ha mondjuk az ember nézne körbe. Megyünk már pedig most Elon Musk révén, ugye megint nagyon komoly jóslatok hangzanak el arról, hogy hát 40-50 legkésőbb 100 éven belül a Marsra mehetünk, sőt kolonizáljuk is a Marsot. Ugye a Musknak a SpaceX vállalat, ami ugye intenzíven bedolgozik például a NASA-nak is, és ugye sorban fejleszi a különböző egyre nagyobb terbírású rakétatípusokat. Falcon 9, Falcon Heavy és annak a utódjai ugye majd
lesz a következő generációs, ami most fejlesztés alatt van, ugye ez a újabb, ugye a BFR, ez a Big Falcon rakét, ami ugye tényleg akkor a tervírással és olyan újrafelhasználási módokkal rendelkezik, amivel tényleg reálissá válik, hogy néhány száz napon belül el lehet érni a Marsot, és ugye itt például a hajtóanyag, tehát az üzemanyagellátás egy óriási probléma, ugye nem is csak az embereknek a szállítása nyíltűrben. Musk egyébként azt még nem dolgozta ki annyira, hogy például mi van a sugárzással akár az űrhajóban, akár a Marson. Ő elsősorban ugye a hajtóművre koncentrál, lévén ugye a SpaceX is ezzel foglalkozik, és a kolónia létrehozását sem ő tervező, gyakorlatilag az utaztatást tűzi ki. Viszont ha itt most belegondolunk ebbe a másik irányba, amit ugye a Planetary Society is mond, hogy persze az űrfelfedezés és a bolygóra, egy bolygóra lépés, idegen bolygóra lépés, ez egy nagyon romantikus elképzelés. Lásd, első ember a Holdon, aki volt felszínre lépett, de kell, hogy majd ember legyen, aki majd a Mars felszínére lép. Ugye már ott vannak a különböző űrszondák, itt most ugye hallottuk ezeket a aggodalmas híreket, tehát Opportunity Marsjáróval vannak gondok, amelyek egy elég nagy viharba került, de volt ilyen szenzációs hír is, tehát a Curiosity talált most nem is tudom hány centiméjen gyakorlatilag szerves összetételő vegyületekre utaló jeleket, amik egyébként nem, még ez sem biztos, hogy az életre utal, vagy biológiai eredetre utal. Ugye a Star Trekben is sokszor találkozunk szervetlen élettel, ugyanúgy lehet az is, hogy szerves, tehát metán jelenléte, szén és hidrogén jelenléte, az még nem biztos, hogy konkrétan az életet vagy biológiai eredetet jelent. Az pláne nem jelenti, hogy például a Mars az jelen pillanatban alkalmas lenne az életnek a fenntartására, tehát a jelenlegi ember, a jelenlegi biológiai adottságaival és genetikai adottságaival képtelenség, hogy letelepedjen nélkül, hogy olyan védelmet biztosítson neki, amit már most is elmondtuk, hogy a létfenntartása óriási költségek mennének el. Olyan betegségek jelenhetnek meg, amiről nem is tudjuk, hogy kialakulhatnak. Ugye ezért van az, hogy az űrállomás, ami csak alig 400 km magasan kering, hát ott folyamatos orvosi ellenőrzés van. Hát a társadalmi kihívások, ugye, amit pont itt a Picardék is emlegetnek, hogy emberként nem mehetsz egyedül, tehát kell a szociális közeg. Most majd, ha robot sereget küldünk ki, vagy éppen szondákat, már most is ott vannak, ők ugye ráadásul nem is valós időben kommunikálnak velünk, tehát ugye oda is el kéne jutni, hogy például ezt valós időben osszuk meg. Ugye a robot ráadásul csak egy parancsot kap, amit végrehajt, itt van például jön egy vihar, és akkor már leáll mondjuk, mert nem tud áramot termelni, hogy folytassa azt a megadott kutatást. Talán olyan majdnem egy óra, tehát olyan 48-50 perc, hogy az oda-vissza kommunikáció a marsig. És a másik, hogy mi érdekes egy robotnak? Tehát mondhatjuk majd azt egy robotnak, hogy kezdje el kutatni, és ha valami érdekeset találja, akkor szóljál. Mi az érdekes? Jó, ezt is előre felprogramozhatjuk, de itt jön majd a mesterséges intelligencia, amikor ugye egyre emberszerűbb viselkedési algoritmus vannak a robotba beprogramozva, tehát esetleg érdektelennek tűnő, de mondjuk egy embert érdeklő, tehát megint egy érzelmi alapon kiindulva, ugye itt, ahol az elmi el tud emelkedni, tényleg az ahol már önálló döntéseket tud hozni, és tapasztalatokat szerezve hozzátanul, tehát olyan, mintha tényleg érzelmeket adnánk annak a robotnak, és onnantól kezdhetjük azt, hogy rábízzük a felfedezést, de még akkor is úgy lenne izgalmas, hogy az ember számára ezt vissza közvetítenénk. Erre például az egyik lehetséges mód talán a kvantum összefonódás, amit egyébként már Einstein a 30-as évektől elméletileg beszél róla, ugye ennek az alapjairól, és a 90-es évektől már vannak kísérletek, tényleg egészen a múlt évig, ahol is voltak jelentős eredmények arra, hogy hát ha nem is teleportálás, de mondjuk két részecske állapota valós időben közlődjön. Tehát ami akár írtatlan nagy távolságra is van, talán ez a távolság lehet galaxisnyi távolság is. Tehát, hogy az egyik részecske állapotának a megváltozása azonos időben, tehát mindenféle késtelem nélkül hat a másik részecskére. És egy részecske állapot változása hordozhat információt is. Ugye gondoljunk például a hírközlésre, ahol gyakorlatilag tehát elektromágneses hullámok hátán nyargannak az audio és videó jelek, ma meg már digitálisan bármilyen adatfolyam. Tehát ha valós időben tudnánk közvetíteni mondjuk egy Marson jelenlévő szondának a közlését, netán ő ott esetleg egy olyan felvételt tudna készíteni, mondjuk ami egy VR, egy valós idejű VR élményt adna, itt például fölveszünk egy sisakot, akkor gyakorlatilag ugyanazt az élményt élhetnénk át, kvantum összefonódás révén, valós időben gyakorlatilag egy, nem csak 3D-s, hanem egy VR adás közvetíten a robot vagy a szonda a Marsról, mert a Marson is körülbelül annyit élhetsz meg, hogy egy nehéz kapanderben vagy, és körbenézhetsz. Tehát egyelőre még máshogy nem tudnánk megoldani, de soha nehézkesen is mozgunk. Tehát ha meg lenne ez az élmény, akkor gyakorlatilag lehet, hogy az ember le tudna mondani arról, hogy elmenjen a Marsra. Inkább arra koncentrálni, hogy a Földet kellene megerősíteni, ahol a bioszféra alánk van pakolva, a sugárzástól való védelemtől kezdve a megfelelő nyomás, páratartalom, gravitáció. Tehát amíg nem változunk mondjuk medvállatkává és leszünk rendkívül ellenállóak a hideggel vagy a sugárzással, meg bármi űrbeli veszéllyel szemben, addig talán lehet, hogy a Földön kéne maradni és inkább robotokat kiküldeni. Ajánló következik. Az emtv.hu bemutatja. Impulzus Podcast. A fedélzeten Csaba, Attila és Dév.
Az űrszekerek hetente megjelenő kibeszélőjét keresd az impulzuspodcast.blog.hu oldalon. Ajánlót hallhattatok. Kommunikációs csatorna nyitva. Nélkülözhetetlen információk érkeznek Marina Sirtisről. Az Impulzus Podcast házi Diana Troy felelőse, a színésznő munkásságát hosszú idő óta nyomon követő Attila következik. Sirtis percek, itt a Parallaxisban. Megoldódott egy több hónapos rejtély. Tudjuk most már, melyik az a harmadik nyelv, amit szintén Marina folyékonyan beszél. Hát eddig úgy tudtuk, hogy csak görögül és angolul beszél. Az IMDb is, meg a többi hivatalos portál ezt hozta, de pár hónapja Marina három nyelvet említett, de nem konkrétan nem sorta fel, hogy melyik, de most néhány hete kiderült, hogy a harmadik nyelv, amit még folyékonyan beszél, az a francia. Ehhez képest azért láthattuk számos filmben, ahol idegen nyelven szólalt fel, például olaszul is, fárszi nyelven, mert alakított perzsa származású nőt, arab nőt is. Ennek annyi a titka, ahogy ő mondta, hogy fonatikusan megtanulja szinte tökéletesre ezeket a mondatokat. Hát egy alkalommal én egyébként egy listát szerkesztettem erről, hogy milyen külföldi származású karaktereket alakított az évtizedek során, amit egyébként ki is tettem a Twitterre, erre reagált nevetve, hogy ő ilyen nemzetközi, szó szerint ezt mondta, én ilyen nemzetközi vagyok egy mosolygó smiley-val. Legutóbb pedig reagált Capaldinak, azaz a utolsó előtti doktornak egy interjúrára a forgatások mikéntjéről. YouTube-on megtekinthető az a Capaldi interjú, és akkor ő elmesélte, hogy a TNG forgatások során 10 hónap alatt 26 epizódot forgattak le. Hát 7 év alatt 176-177 epizódot, és nekik nem volt szabad hétvége, és volt, hogy egy nap akár 16-17 órát is dolgoztak, mert egyszerűen muszáj volt, úgyhogy. És a hónap végén pedig itt lesz szinte majdnem a közelben Európában, a Stuttgart Comic Conon lesz, június 30-án és 1-én lehet lesz majd látni. Tehát akinek van kedve, az ideje és lehetőség, az nyugodtan ugorjon át, mert számos híresség mellett ő is ott fogja várni a különböző rajongóit. A Parallax is visszatért. Csatorna nyitva. És már is itt vagyunk, folytatjuk a Parallaxis 5. adását dr. Vince Miklós fizikussal. Szerinted, Miklós, van-e valamiféle alapja ezeknek a különböző UFO észleléseknek? Említhetném Roswellt, vagy időben nagyon népszerű Erich von Däniken által is tolt témát, ezt az ősi idegenek sztorit. Mit gondolsz róla? Én az utóbbival kezdeném, mert a Däniken alapötlete szerintem zseniális és nagyon jó, persze nem is az ő saját ötlete. Viszont a kivitelezés az rettenetes, tehát ott ugye egy ilyen svájci hotelmilliómosról beszélünk, aki baromira ráért és kóklerkedett össze egy csomó dolgot. Hát bocsánat, hogy ezt mondom, de hát ez hülyeség. De maga az alapötlet, ugye Fermi paradoxon, az Fermihez köthető kérdés, a nagy fizikushoz, hogy oké, hogyha vannak földön kívüliek, mert pedig nyilván vannak, akkor miért nem látjuk őket? Miért nem jöttek ide? Annyi idejük volt. Akkor miért nem nyüzsögnek itt körülöttünk? Most tegyük föl, hogy az UFO észlelések azok kamuk, és akkor nem nyüzsögnek itt, de attól még lehet, hogy persze nem kell, hogy ugyanabban a szobában jönnek-mennek az emberek, nem kell, hogy találkozzanak, mert lehet, hogy más akkor volt itt, amikor mi még nem. Úgyhogy keressünk UFO, vagy akármilyen idegen civilizációra utaló technikai nyomokat a múltban, szerintem ez egy nagyon jó ötlet. Más kérdés, hogy az én véleményem szerint ezt a keresést nem a Földön kell csinálni, hanem sokkal effektívebb a naprendszerben. Például volt néhány gyanús aszteroida, az egyik például a Jim Scotti által felfedezett 1991 VG nevű kisbolygó, aminek pont olyan a pályája, és nagyon furcsa, és hosszú távon instabil pályája van, mintha egy direkt a Földet meglátogatni tervezett űrszondának lenne a pályája. Ez például nagyon érdekes, tök jó lenne majd egyszer oda küldeni egy űrszondát, megnézni, hát ha ott az valakinek a cucca. Amit ide küldtek, egy másik civilizáció, mint hogy mi is elküldtük a naprendszeren kívülről Voyager-eket, hát Pioneer űrszondákat, hát lehet, hogy mások is ide küldtek valamit. Nézzük meg. Az alapötlet az nagyon jó. Másik alapötlet, hát nézzük meg a Holdat. A Hold az azért nagyon jó, mert a Hold az egy évszázmillió óta halott vidék, tehát mindenkinek ott marad a szemete, tehát Neil Armstrong lábnyomai és vizeletes zsákai, meg mindenféle ott van szétdobálva, de hogyha E.T. arra járt, vagy jobbat mondok, hogyha 100 millió évvel ezelőtt a földi dinoszauruszok csináltak egy technikai civilizációt, akkor annak a földön már semmi nyomát nem látnánk, mert hogyha mi most meghalnánk, belőlünk sem marad 100 millió év múlva semmi.
egy nagy érctelep látszan a New Yorkból a föld alatt, de valószínűleg már maga az a város lég eltűnne a föld mélyében, köpenyben. Szóval az a baj, hogy nyomtalanul eltűnnek a civilizációk a földön, ami egy aktív bolygó, ahol szél van, víz van, lemeztektonika van, erózió van, itt minden eltűnik. A holdon nem. Tehát a hold a száz, tehát ugye mondjuk mindig, hogy Armstrongék lábnyomai ott fognak maradni az örökkévalóságig, ami persze nem igaz, de sokáig, és hát akkor keressünk ott, mit tudom én, dino űrhajókat, UFO-kat, és az a csodálatos, hogy most erre megvan a lehetőség, mert a hold körül kering egy amerikai űrszonda, a Lunar Reconnaissance Orbiter, ami egy méter felbontással feltérképezte az egész holdat. És a nagy részét fel is tolták a Google Maps-be. Szóval én azt ajánlom inkább, aki valamire való nagyon lelkes és megszállott UFO hívő, az inkább azokat bögyörözze, hogy lát-e rajta valami érdekeset. A Roswell féle történetekkel kapcsolatban nem vagyok valami nagy véleménnyel, úgyhogy ezt gyorsan le tudom zárni, szerintem ezek nem igazak. A Roswell történet az például elég jól dokumentálható. Ugye maga a Flying Saucer, vagyis repülő csésze vagy kifejezés, az egyébként Angliában, de éppen ugyanabban az évben, 1947-ben került először említésre. Mert hogy Angliában láttak valakik, látni véltek valakik illuminált állapotban repülő csészehajókat az égen. Na, és akkor ez úgy akkor benne volt egy picit a köztudatban. Most tudjuk persze, hogy a hidegháborús időszakában éltek, és volt ez a Baldon program ott a légitámaszpontnál 1947-ben, ugye Roswellben, Új-Mexikóban, tényleg lezuhant ott valami, amiről tényleg valamit le kellett írni a helyi újságba, és jobb híján az XY tábornok úr azt találta nyilatkozni, hogy egy repülő csészehaj volt. És ezt tényleg mondta, mert nem mégsem mondhatta el, hogy ez arra való volt, hogy mit tudom én, egy szenzort löktek föl egy ballonon, hogy én nézzék, hogy az oroszok robbantanak-e már atombombát, vagy még nem, vagy valami ilyesmiket csináltak ezeket. Akkor először bemondott kamunak egy ilyet, hogy az egy repülő csészehaj volt, és ebből indult ki az egész kultúrkör. Az egész ízé, aztán rárakottak a rétegek, aztán volt a 90-es években az a hamisított boncolási videó, amiről aztán később kiderült, és már felfedték magukat azok, akik csinálták egy gumibabával, meg mindent. Tehát, hogy ott kiépült egy nagyon masszív kultúrkör, és hát persze Roswellnek is jó tett, mert hát maga a város az gyakorlatilag ebből él. Annyit szeretnék mondani, hogy mármint csak ilyen valószínűségi alapú gondolkozás, hogy mégis mennyire valószínű, hogy jön egy földön kívüli űrhajó, és ez valamiért tök véletlenül éppen egy amerikai légitámaszpont mellett zuhan le, és nem mondjuk Szibéria közepén vagy a Csendes-óceánban. Tehát nem valószínűbb az, hogy ami ott lezuhant, annak ahhoz a légitámaszponthoz eleve volt valami köze, csak nem akartak róla beszélni. Na jó, szóval ennyit konkrétan rossz, mert... Tegyük föl, kerekperec, két civilizáció találkozik egymással. Hawking nagyon pessimista volt ezzel kapcsolatban, tehát ő azt mondta, hogy ne akarjunk mi találkozni, akár csak egy olyan fejlett civilizációval, mint a sajátunk, vagy egy kicsit is fejlettebbel. Ezzel kapcsolatban mi a véleményed? Tényleg ennyire rossz a helyzet? Ez egy nagyon jó kérdés, hát itt is optimisták és pessimisták vannak. A Carl Sagan féle örök optimisták, és ilyen rendszerint ilyen liberális szellemi háttérrel rendelkezők azt mondják, hogy a fejlettség az kb. Garancia arra, hogy ne akarjanak minket bántani. A Hawking félék meg azt mondják, hogy akár egy pici technikai különbség is gyakorlatilag olyan nagy, hogy persze fel sem merülne bennük esetleg, hogy minket egyenlő félként kezeljenek, mint hogy bennünk sem merül föl, hogy egy hangyabolyt egyenlő félként kezeljünk, és egyszerűen lelkiismeret furdalás nélkül eltaposunk egy hangyát. Tehát én magam nem tudom, én ahogy látom, hogy az emberiség története hogyan halad, hogy milyen vezetők kerülnek most a világ élére például, és annak ellenére, hogy egyre fejlettebb a technikai civilizációnk, technikailag, én egyáltalán nem látom garanciáját annak, hogy ez itt valami morális fejlődéssel párosulna. Úgyhogy én őszintén szólva mostanában inkább a pessimisták táborát gyarapítom ebből a szempontból, úgyhogy szerintem, ha mi nem fejlődünk, mi nem növünk fel morálisan ahhoz a szinthez, hogy nukleáris, meg mit tudom én, milyen hatalom vagyunk, mi mint emberiség. Tehát még mindig olyanok vagyunk, mint a kisgyerek, aki megtalálta a bukának a csőre töltött puskáját, akkor valószínűleg nem biztos, hogy ezt valaha ki fogjuk nőni. Én azt hiszem. És akkor lehet, hogy itt is sem nőtte ki, és akkor inkább ne találkozzunk. Szóval én most egy kicsit így vagyok vele. De lehet, hogy jövő héten mást fogok gondolni. Sajnos lejárt a műsoridőnk. Örülök, hogy ilyen optimista hangulatban zárhatjuk le a műsort. Ez volt a Parallaxis 5. adása. Köszönöm Csabának, Dévnek és Attilának, illetve dr. Vince Miklósnak, valamint Dorónak és Balázsnak, és természetesen nektek, reméljük jól szórakoztatok. Ne felejtjétek, hogy június 30-án szombaton a Volt 51-ban várunk titeket, az űrszekerek második közösség találkozóján, ahol Miklóssal a Star Trek fizikájáról fogunk beszélgetni, de természetesen lesz quiz, és ott lesznek a Star Trek sorozatok magyar hangjai is. Találkozunk egy hónap
hónap múlva. További kellemes rádióhallgatást kívánunk mindenkinek, és ne feledjétek, a rádió annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Az űrszekerek havonta jelentkező tudományos és fantasztikus podcastjét keresd a parallaxis.blog.hu címen, és minden hónap első péntekén közvetlenül a médiazabálók előtt 21 órától a Dance FM műsorán. Az űrszekerek megbízásából készítette az mtv.hu. Produkciós vezető Horváth Ádám Tamás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.